Üdvözlök mindenkit, Necrocrim vagyok. Srácok, ahogy megígértem, jöjjön, szavaztatok. Ezek az elsődleges fegyverek lennének a kedvenceitek. Legalábbis az én nézőközönségemnek, de egy általános képet mutatva a magyar közösségben, Warframe közösségben is, és ahogy megígértem abban a videóban, fogunk arról beszélni, hogy modolásokról természetesen, egy-két szinergiről, ötletről, hogy hogyan lehetne ezeket a fegyvereket használni. Igyekszek változatos modulást mutatni, olyan modulásokat mutatni, amiben nem feltétlenül van benne a Hunter Munitions és Rivenek és a többi, attól függetlenül, hogy nekem is van, viszont szeretnék ennélküli modulásokat is mutatni, lássátok, hogy egy fegyver tud erős lenni Hunter Munition és Rivenek nélkül is. Azt most itt rögtön az elején leszögezem, hogy ezek az én modolásaim, nekem ez így tetszik, én ezt így szeretem játszani. Remélem, hogy ötletet fogok tudni adni ezek által, ezen kívül pedig te úgy modolsz, ahogy neked tetszik, és az a fontos. Nos, akkor jöjjön az általatok legtöbbet használt 10 fegyver. Ezt szeretik a magyarok! Hölgyeim és uraim, a 10. helyen, tehát a legkevesebb szavazatot kapott, a 10. helyen két fegyver áll, egyforma szavazatot kaptak, a új Kit Gun, elsődleges Kit Gunok, a Catch Moon, továbbá a Dread. Ki gondolta volna, hogy benne lesz egy íj ebbe a listába, de a Dread azt hiszem, hogy azon íjak egyik, ami meg is érdemli, hogy ott legyen egy top 10-es listában. Szóval, a következő, a 9. helyen áll a Corint és a Corint Prime. Nem meglepő, totálisan korrekt shotgun, örülök, hogy használjátok. A 8. helyzet, reméltem, hogy kicsit höntebb lesz a listán, mert számomra ez a fegyver respekt, über sokat használtam, amíg le nem nörfölték, és az a Tonkor. Hölgyeim és uraim, a Tonkor az a régi Kuva Bramma volt. 7. helyezett, Fulmin, teljesen korrekt kis fegyver, jó is, hogy fönt van ezen a listán. Aztán jön a 6. helyezett, ami meglepett, hogy egyáltalán megint csak két fegyver egyforma szavazattal, hogy egyáltalán fönt lesznek ezen a listán, de így aztán alkalmam adódott játszani az egyikükkel újra, és megnézni, hogy miről szól az egész történet, az pedig az Acceltra és az Arca Plasmar. Hölgyeim és uraim, mind a kettőre fogunk mutatni modulást. És ja, az Acceltrán újra meglepődtem, hogy ez a fegyver tud valamit. Az 5. helyezett, hölgyeim és uraim, tigrisék. Szóval szeretitek használni a tigriséket. Úgyhogy arról is fogunk nézni egy modulást. A 4. helyezett, és ezt gondolom, hogy az Eidolonok miatt van így, úgyhogy arra fogunk fókuszálni, hogy Eidolon modulás plusz egy kis meglepetés. És az a Rubico Prime. Nem csodálom, hogy fönt van ez a listán, csodálom, nem az első helyen van. Mint mondtam, lesz rá egy kis meglepetés modolás, és kifejezetten Eidolon modolások is. 3. helyzet, és ezen meglepődtem, mert ezen kategóriában vannak már jobb fegyverek is, de tekintve azt, hogy milyen régi a fegyver, és mennyi videó van róla, így egy kicsit nem meglepő, hogy ott van, de hogy a 3. helyen, tehát a Fulmin szerintem előbb kellett volna legyen, mint a Soma Prime. Mert hogy a Soma Prime kapta a 3. legtöbb szavazatot. Elképesztő. De egy korrekt fegyver, csak már tudnék jobbat is elképzelni, mint például a Rattle Guts új Kit Gunok, az többet és jobbat tud lőni, mint a Soma Prime. Szóval, de az a 200 golya azért nyomalatba, igaz? A 2. legtöbb szavazatot kapott fegyver, és nem az első helyzet, milyen meglepő, és számomra tűnik tényleg meglepő, és hogy a francban lehetett ez, de a Kuva Bramma éppen egy hajszálnyival van lemaradva az első helyzettől. Kuva Bramma, hölgyeim és uraim, a 2. mi meglepő, hogy ott van a top fegyverek között, azt a rohadt mindenit. És az első helyezett, aki a legtöbb szavazatot kapta, egy hajszálnyival megelőzve a Kuva Brammát, Ignis Wraith. És Ignis Wraithről beszélünk, nem feltétlenül az Ignisről, mert az Ignis is
OP amúgy, félreértés ne essék, de az Ignis Wraith jött ki győztesen. Szóval, mindezekre következzenek a modolások, és úgy fogunk menni, hogy a legtöbb szavazatot kapottól a legkevesebb szavazatot kapottig, tehát a legjobbtól a leggyengébbek. Vágjunk is bele. Ignis Wraith, hölgyeim és uraim, mint ahogy mondtam, fogok hozzá ajánlani némi Warframe Synergy-t is, és hozzá pedig Sarint fogok ajánlani. Sarint vagy Sarint Pride, mindegy. De először is a modolás. Ignis Wraith-ben nekem van egy ilyen rivinem. Maga a rivem nem túl nagy szem, valószínűleg, hogyha forgatnám, meglepődnétek, de lehetne jobb is, de meglepődtök, hogy a Fire Rate mennyit dob a DPS-em. És ezért hagytam meg. Az az extra damage okés, de a Fire Rate az az, ami igazi damage-et dob ugye DPS-en. Heat Viral, egyértelmű, hogy miért, ugye a Heat az öli az armort, a Viral pedig öli az életet az armort kikerülve. Na de, ha hiszitek, ha nem, nem feltétlenül ez a legeffektívebb modolás erre a fegyverre, de nagyon hatékony tud lenni, és ezt látni fogjátok majd a Zephyr 2020 videóban is, hogy mennyire hatékony tud lenni. Szóval, enemy level, ettől azt hiszem most már tudok nagyobbat is azért, így, confirm, legyen 170, és neki vágunk, tehát puszta fegyver erőről beszélünk jelen pillanatban. Oké, szóval ennyire gyorsan végez a heavy gunnerekkel. Minden más enemit instant terít le, oké, tehát instant terít le ezen a szinten, látni fogjátok majd az Zephyr 2020 videóban, instant, de annak, akinek ez nem elég gyors, akkor annak elárulom, hogy korrózívval sokkal gyorsabb. Tehát, hogyha fogjuk és váltunk itten egy kis... Ha nem lenne riven modotok, akkor hammer shotot kell beletenni a riven mod helyre. Hammer shot vagy vital sense. Oké, tehát... crit... Vital Sense, oké, vagy Hammer Shot. Ezt a kettőt tudom ajánlni, ezen belül is a Hammer Shotot kicsit jobban a státusz damage miatt. Szóval, de tegyük fel, hogy neked ez így nem tetszik, mert hogy nem öl elég gyorsan, azt akkor hozzá fogom tenni, hogy a korrózival armoros enemik ellen sokkal, de sokkal jobban játsz. Mert hogy, ugye, az armoros enemik korrozív igen jól öli. És ez azért látszik, szignifikánsan látszik, hogy gyorsabb. Ne feledjétek, heavy gunnerről beszélünk, oké? Okay? Szóval, még egyszer példa. Ez puszta fegyver, nyers erő, még semmit nem szinergiztünk, még semmit nem csináltunk. Szóval ezt csinálja az armoros enemikkel. Nagyon OP, nagyon ott van a szeren, ez nagyon megfelelően gyorsasággal öl, mint ahogy látni fogjátok level 200-es enemik ellen is a Zephyr 2020 a videóban, hogy fenntartható legyen egy Survivor-en egy life support. Na de. Én azt mondom nektek, hogy mégis hagyjátok ezt a fegyvert Viral Heat-en. Mert hogy a Heat is azért felezi ugye az armort, de, hogyha Synergy-re kerül a sor, hölgyeim és uraim, akkor ugye tudjátok, hogy a Sarin 1-es képessége az korrózív damage-et dílel. Oké? Okay. Rászorod az enemire, szétlövöd a spórákat, ez ráterjed mindenkire. Amint látjátok, azért a korrózív build előtt, és sokukon már egy 10-szeres korrózív van, az azt jelenti, hogy az armor már igen-igen el van tűnve. És korrózív, heat, viral, elpusztíthatatlan párosok, bármikor bárki ellen. És ugye folyamatosan terjed ugye a Sarinnak az egyes képességes, mindenkit megfertőz a korrózival, ezért a heat, viral elképesztő segítség tud lenni. Na de, mi van, hogyha...
Mi van, hogyha nem armoros enemik ellen mentek? Heatwire-ról természetesen egy jó opció is lehet, csak szeretnék mutatni egy kis változatosságot, és ezt a változatosságot kivételesen ugye semmi übermodok nélkül című történet, és egy gáz damage-el. Oké, mutatok egy másik érdekes szinergit, amit lehet, tudtok csinálni, és most tegyük fel, korpusz ellen mentek, ugyebár. És tudom, hogy a mostani Warframe-ben a viral damage, a heat damage, a slash damage, ezek a legópébbak, viszont nagyon durván lehet alkotni a gáz damage-el is, és erre például egy korát tudok ajánlani előszeretettel, hölgyém és uraim. És tegyük fel, korpusz ellen akarsz menni, és vinnéd a kedvenc fegyveredet. Csak hát tudod, hogy a korpusz ellen kicsit macera harcolni, tudod, hogy a toxin damage az igen hatékony, de hát nem tudsz kihozni az Ignis Raid-ből, a kedvenc fegyveredből toxic damage, és csak gáz damage-et, és amúgy is nézzétek meg az ellenállását, tehát így ellenáll a gáz damage-nek, hogy ez hogy van. És mégis, hölgyeim és uraim, ezt meg szeretném nektek mutatni, hogy mire képes például a gáz damage, egy olyan elemével, ami amúgy is ellenáll neki. Kora szinergi, oké? Kora szinergi. Über OP. És most nem... most még, hát nem tudom, gyenge enemy, nem gyenge enemy, de például itt vannak 170-es moák ezeknek. Ugye az az érdekessége, sok a shieldjük, a gáz, de is most már nem... Most már nem kerüli ki a shieldet, mint régen. Most már csak a toxin kerüli ki a shieldet. De szerintem ez OP. Szerintem ez OP. Szóval, ja, Kora Synergy az Ignis Wraith-tel. Természetesen a viral változatát akár egy S-sel is használhatjátok a Seeking Shuriken-nel, mert megszabadítja az enemit az armortól, és azonnal darálhatod le azt a bizonyos armort. Kora macskájában, nem beszélve arról, hogy beletehetsz modokat, ha minden igaz, nekem benne van talán Kora macskájába, ami slash-t okoz, igen, és el is veszi az armorjukat egy adott ponton az enemiktől. Ha jól tudom. Ja, itt van. Armor. Leszedi az armor. Szóval gondoljátok végig, ha armor enemik ellen is mentek egy viral damage, a korának például a macskája leszedi az armort az enemiktől. Szóval, jön a fegyver, amit igazából senkinek nem kell bemutatni. Remélem az Ignis Wraith-tel azért tudtam segíteni még egyszer. Tehát ez lenne amúgy mindennapi használatra való modolásom endgame-re mindenhova. Ez pedig egy alternatíva mondjuk a korpuszokra. De jó. Jöjjön egy olyan fegyver, amit senkinek sem kell bemutatni, és kiválóan működik bármelyik Warframe-mel, igazából ha van Synergy, ha nincs Synergy, teljes mértékben jól működik, és ugye ez a Kuva Bramma lenne. Viral Damage-en, Radiation Viral Damage-en hagyni ezt a fegyvert teljes mértékben megfelelő, mert annyira erős, hogy nem nagyon van értelme más modoláson hagyni. Ja, nem ez az alapmodoláson, csak szerettem volna megmutatni nektek, hogyha nincsen Hunter Munition-ötök, nekem így néz ki amúgy, Hunter Munition-nel a modolás, ha nincs Hunter Munition-ötök, akkor Kuva Brammára ezt a modolást tudnám ajánlani. Oké, és ezeknél mondjuk tényleg mindegy, ennek a fegyvernek tényleg mindegy, hogy melyik enemy ellen mész. Így is túl OP, nagyon OP, még annak ellen a nerfjének az ellenére is én úgy gondolom, hogy ez a fegyver OP. De ugye jöjjön az igazi ellenfél ebből a szempontból, vagyis akit mindig szoktunk tesztelni. És ezt, mint mondtam, Hunter Munition nélkül, szóval itt nem fog az a slash damage besegíteni, oké? Hogyha nagyon szinergizni akarsz, akkor bekorázod őket. És fogod és onnan szétleved őket. Megint csak ugyanúgy Sarin, Volt, Chroma,
Mi a nevem? Rino, bármelyik... bármelyik, ami Warframe tud damage buffot adni, azt tudjad. Na de, ugye ez lenne az a változat, ahol... ahol nem kell Hunter Munitions, és látjátok, hogy így is erős, ez egy alapó erős fegyver, nem kell bemutatni. Hunter Munitions-el meg csak még gusztustalanabbá válik, mert a crit... nincs olyan, hogy ne kapcsoljon el az a crit. A 30% nagyon sok esély. Csodálom, hogy nem nörfölték még ezt a modot valami 10%-ra. De még akkor is megélni. Látjátok, a Slash már bekapcsolt, és akkor itt ezt a különbséget tudja hozni a Hunter Munitions. Nem drága platér megvenni ezt a modot. Ha gondoljátok, vegyétek meg. Szinte már elengedhetetlenné vált sajnos minden fegyver modolásban. Szóval, ja, ez lenne a Hunter Munitions. Vagyis bocsánat, hát ja, a Hunter Munitions egy kubobrambában. Szinte mindig be fog kapcsolni a Slash. És eltünteti az enemiket. Ja, így állunk, akkor... a Kuba Brommáról más modolás, csak annyit tudnék hozzátenni, hogy csak változtatnod kell az elementárjaidon, és annak a megfelelő enemy számára, de mint mondtam, a fegyver erőssége miatt szükségtelen című történet. A következő fegyver volt ugye a Soma Prime. Na most a Soma Prime nekem az egyik favorit volt, mert régen ez egyik legópébb fegyvernek számított, és nekem egy ilyen modolásom van rám ezzel a Riven moddal. Ugye van Toxicom, Crit Chance és Punch Room, és még kéne belejforma így is. De azért, mert hogyha ezt kicserélem a Status Elemental modra, akkor ide rakhatok egy maxos pontstrike-ot. Lényegtelen, már annyira amúgy sem használ ezt a fegyvert, viszont ez tudja, ez a modolás. Ugyebár. És az a 200 golyó. És mint mond, a armoros enemik ellen mindenképp célszerű, korrozívat venni Viral helyett, még akkor is, hogyha Hunter Munitions anyám kínja, sokkal célszerű korrozívat venni, mert a tűzsebesség miatt a korrozív gyorsabban bekapcsol, és nagyobbat sebez, mint a Viral ebből a szempontból, de ez csak gépfegyverekre mondom. Ez egy OP gépfegyver, csak szerintem most már vannak jobbak is. Synergy-ről természetesen nem kell beszélnem, csak megmutatom azért gyorsan, tegyük fel, szeretem a boltot használni, ne kérdezzétek miért. Ja, igen. Ja, elég OP. Hogyha arra kerül a sor, hogy korrozív damage, sok mindent csinál, és még a Slash is hozzá. Ja, ez lenne a Soma Prime. Az én, ugye, megszokott modolással, Hunter Munitionszal és a Rivennel. Viszont, mi van, hogyha nincs Rivened? És hogyha nincs Rivened, akkor előszeretettel tudom ajánlani ezt a modolást például. Vagy ezt a modolást, hogyha kifejezetten izére akarsz menni korpuszra. Ugye nézzük meg, hogy mit csinál ez a korrozív modolásom egy level 200-as enemivel, ahol sehol semmi extra mod nincs benne, hogy a kezdőbeknek is tudjunk segíteni. És volt nélkül is. Nem mondhatjátok, hogy egy 170-es enemy leölni, ez egy egész jó sebesség. Természetesen kicsit több golyat fogsz elhasználni, mert a Hunter Munitions ezúttal nem segít be. De például, hogy amikor így jönnek egymás mögött, akár egy shred modot is belerakhatsz, és akkor mindenkin átlőhetsz. Régen a Somával nem tudtál leölni egy 170-es enemét. Csak egyet tudtál leölni egy tárból. Gondoljátok, hogy 200 golyó egy heavy gunnerbe. És most azért megkapta azt a kis buffot.
ezzel az új damage 3.0-val. Na, és akkor mindez egy volt shield mögül. Tehát gyakorlatilag ugyanaz a hatás, mint a Hunter Munitions-zel. Ennyit tesz a szomának egy kis buff teppérét, és ne essék, ezzel a tűzsebessége 5000-eket lőni golyónként, az igen-igen gusztustalan. Értitek? Tehát az nagyon-nagyon gusztustalan. 5000-eket lőni golyónként ezzel a tűzsebességgel. Yep. Ez lenne a Soma Prime. Ja, és ugye ígértem, megmutatom. Korpusz ellen is, és figyeljétek csak meg, csak Toxin Damage-et használok. A Toxin Damage kikerüli a shieldet, a Slash Damage pedig felelős lesz azért, hogy a shieldet vigye le. Viszont nem igazán lesz rá szükség, című történet. Ha ilyen sok shieldes, de kevés életes elemik jönnek ellened, mint például ők, figyeljétek meg! Kis tűzsebesség? Tetszik? Szerintem nem rossz. Nem kell a shield-del foglalkozni, a toxin majd megoldja az egészet. Helyetted. És ahelyett, hogy lelőnél azt az egész shield-et, azt a kevés toxin kell. Azt a kevés életet kell a kifejezetten a moáknál leszedni. Ez is egy változat, modolás erre a fegyverre. Vegyél egy olyan Warframe-et, ami Toxin Damage-et deal-el valamelyik képességével, és voilà, Sephini. Még egyszer mutatom. Speed Trigger, ugye, azért lő ilyen gyorsan. Sokszor a tűzsebesség nagyobb DPS, mint az erőmodok, ugyebár. Mi van egy olyan enemivel, aminek kell, úgyis kevés a shieldje, de több az élete. Című történet. Még az sem baj, hogyha ugyebár felhozzák a shield drónjukat. Hunter Munitions, Luku meg ilyesmi, tehát ezt nem használjuk. Szóval felhoztatnak akármilyen shieldet, csak toxic damage-el önmagába elképesztő damage-et fogsz tudni dílelni. És ugye nézzétek meg azt, hogy meglövöd az enemét, azért sokszor annyira visszaüti őket az impact damage, hogy nem fognak tudni visszalőni. De ezt a fegyvert én kifejezetten ajánlom enemy armor gyengítésre, vagy a lényeg az, hogy valamitől megszabadítsd az armort. Tehát például csinálhatsz egy magnetic damage-et rá, hogy megszabadítsd az armort a shieldjüktől. És hogy megszabadítod a shieldtől, akkor társad az oszthatja őket Viral-lel. De ja, szóval ez lenne egy korrozív modolás. Semmi extra nélkül. Argon Scope-ot se lehet, hogy lesz, akkor Hammer, valami bármi más ide berakhatsz. Ez lenne egy korpusz ellen, és ez az talán az egyik a legerősebb, amit össze lehet rakni. És mint mondtam, gépfegyvereknél én inkább a korrózívet preferálom a Viral Damage helyett. Ez volt a Soma. Hú, negyedik helyzetem volt ugye a Rubikó, és a Rubikónról azért meg kell említeni dolgokat. Minimum az, hogy 4-5 formátba fog kerülni. Ez a modolás, amit itt láthattok, ez Radiation és a Chromának készült. Kifejezetten a Chromának, és csak a Chromának. Hogyha Chromával szeretsz egydolonozni. Mert hogy a Chromának a boost képessége az úgy működik, hogy
A Chromának a boost képessége az nem boostolja a sima erőmodokat, de ezt elmondtam már a Chroma, legutóbbi Chroma, Chroma videóban, úgyhogy nézzétek meg azt, hogyha arra vagytok kíváncsiak, hogy a Chromának a képességei hogy működik. Most csak egy úgy mondom, hogy ha nem boostolják, a Chroma nem boostolja a sima erőmodokat. Szóval kiérzékenyít Radiation-re, ugyebár a Bombard, hölgyeim és uraim. Apa, bocsánat, ezt ki kell vegyük, ahhoz, hogy megmutassuk a dolgokat. És hogy megkapjuk azt a bizonyos boostot. Tehát ezt csinálja a Rubico Prime, egy Chroma buff-fal ellátva. És ez a Chromára készült modolás. Nagyobbat sebzel így vele, mint hogy beletennéd a sima erőmodokat. Oké? Okay? Sokkal, de sokkal nagyobbat fogsz vele így sebezni. De ezt mondom, a Chroma videóban elmutogattam, és azért nem lehet összehasonlítani egy Eidolonnal ezt az egészet, de higgyétek el nekem, hogy így van. A következő modolás, ugye, még egyszer mutatom, mint látjátok, csak elementál modolások vannak benne, és a felszorzó modolások gyakorlatilag, és onnantól az elementálok Radiation-re, ez csak is kizárólag kifejezetten Chromára. Következő, bármi másra, amivel Eidolonra mész. Oké, okay. Tegyük fel, volt, nekem a volt a favoritom az Eidolonra, vele szeretek a legjobban ott játszani. És neki amit látjátok a Chromával, a sima modokkal még mindig nagyobbat lehet sebezni, de így sem marad alul. Na, ez lenne a Rubikos. Mint mondtam, erre azért lesz egy kis meglepetésem, mert én úgy vettem észre, hogy a sniperek, és ez nem csak a Rubikóra igaz, igen-igen hatékonyak a korpusz ellen. Némi toxin damage-el és impact damage-el. Ugye az impact viszi a shieldet ezerrel, és a toxin damage pedig ki is kerüli azt a bizonyos shieldet. Szóval, hogyha kiválasztjuk a kedvenc korpuszunkat, csak hogy a bizonyítás könnyebb legyen, című történet. Nem vagyok Wall Shield mögött, csak így mondom. Szegény, ezt ki kell nyírjuk itt, mert ott beszólnak a barátaimnak. Szóval, ja, ez csinálja korpusz ellen, és ha egy csoportban vannak amúgy, meg is tudom mutatni, ha egy csoportban lesznek összehúzva, akkor ez csoportosan is egész szép damage-et fog dílelni. Szóval, ja, ezt tudnád csinálni. És mi van azokkal az enemikkel, ugye, akiknek több életük van? Című történet. Ugye, ezt mondhatja, ú, de nekrud a fejbe lősz, na akkor ne lőjünk fejbe. Oké? Okay.
Szóval ezért szeretem a toxin damage-et, mert nem kell felbelőni az, a korpuszt azért, hogy ne kapjanak shield gating-el. Bele fognak halni a puszta toxin damage-ben. Főleg, hogyha bestátuszolja. Tehát nem kell senkit felbelőni a toxin damage-e, és a sniperek nagyon hatékonyak ebből a szempontból, mert damage-elnek akkorát, kikerülik a shieldet, nagyon szép damage-et tudnak csinálni az enemy ellen. Szóval ez lenne a meglepetésem a Rubikóhoz, hogy használjátok ki a snipereket, és nem csak a Rubikot, használjátok ki a korpusz ellen, mert nagyon nagy damage-et tudtok vele dílelni. Szóval, korpusz, mindenféle idolon, mindenféle Warframe kezébe, akik nem boosterek, ugyebár, az már ugye egy Serration, Split Heavy Caliber Serration kombinációja, és többi, és egy kifejezetten Chromára való modolás, ahol már nincsen Serration, és se Heavy Caliber. Oké, következő, Tigris és Tigris Prime. Na most időrövidsége miatt jöjjön a Tigris Prime, nekem az a favorit. Sancti Tigris, nagyon ügyes, nagyon jó, kisebb szintű enemik ellen a robbanás kifejezetten hatékony, de így is úgy fogjátok modolni mindegyiket, szóval van egy ilyenem, korrózív. Ha minden igaz, akkor van egy Viral-om, ami ilyen, és Hunter Munitions, ezek mind benne vannak, szinte elengedhetetlen most már hozzá, és van egy ilyenem is. Ezek közül igazából mindegyik Uber OP kell legyen. Úgy vettem észre, hogy a korrózív igazából sokkal jobban működik az armoros enemik ellen, mint a Viral-t szerettem volna. Hogy működjön. Vagyis bocsánat, szerintem igazából halál mindegy, amíg egy lövéssel el tud tüntetni a 170-es enemiken. Ez a korrozívos, ugyebár. Tigris Prime, a bosszölő fegyver. Című történet. Ez lenne ugye a korrózív, szerintem tök korrekt, nem nagyon kell senkinek se bemutatni ezt a fegyvert. Viral. De megint csak senkinek nem kell bemutatni, hogy mit tud csinálni a Viral damage. És a Hunter Munitions megoldja a többit. De amit látjátok, mivel a korrózív majdnem teljesen leszedi az életüket, a Viral-nál már rá kell támaszkodni a Hunter Munitions erejére. És az megoldja neked. De a korrózív damage armoros enemik ellen szerintem sokkal, de sokkal hatékonyabb. Szóval ja. Ha mellé lősz, akkor pedig nagyon nagy büntetést fogsz kapni. De armoros enemik ellen kifejezetten ajánlom azt a bizonyos korrózívot. Buffer frame-ek természetesen nagyon-nagyon csúnyán elkapják. Nagyon csúnyán megdobják a damage-ét. De ezt ugye gondolom nem kell elmondani senkinek. Ja, így állunk. Még egyszer a modolások, amiket használok. A-modolás, korrózív, ezt viszem általában. És ugye a Hunterman is, ez még hatékonyabb a korrózív damage-el. Viral damage. És végül egy olyan korrózív modolás, amiben nincs Hunter Munitions. Seriven se semmit, szóval így állunk. És ez, ezt csinálja az enemikkel, szóval ebben nincs Hunter Munitions, oké, szóval... De szerintem így sem fogtok panaszkodni.
Ez szerintem tökre korrekt. Végre csönd. Ja, a tigris erős. Kicsit megijedtünk ugye az elején, amikor bejött az új 3.0-ás modolás, hogy húha, a tigris már nem olyan erős, mint volt. De szerintem nem kell félteni, hogy őszinte legyek. Így. Szóval, ja, ez lenne a tigris. Egyszerű és nagyszerű, szerintem. A következő... Equip, Acceltra. Óhóhó. Hölgyeim és uraim, hol vagy? Itt van. Egy három formával már egy elmebeteg modolás lehet kihozni. Corrosive, Hunter Munitions, Vigilant Armaments, minden ami kell. Ugye nem is OP egy modolás, talán csináltam másikat is, ugye Hunter Munitions nélküli modolás. És egy toxikus modolás, mivel hogy nagyon impact damage-es a kicsike, nem tudom észrevettétek-e, de akkor először jöjjön a próba az armoros enemik ellen. Szóval, ja. Hunter Munitions és Corrosive. Mit tud csinálni? És komolyan mondom, el is felejtettem, bakker, hogy ez a fegyver, ez tényleg tud aprítani, na. Ez mi a franc ez a fegyvernél? És nem csodálom, hogy ez a fegyver, nem csodálkozom, hogy fönt van, én csak elfelejtettem, hogy ez ennyire osztja a népet. Gondoljátok végig ezt, hogy Wall Shield mögül, Rhino buff, akármilyen buff, ja Istenem. Ez a fegyver boost is talán. De, mint mondtam, az ilyen gyors levetüknél a korrozív jobb, mint a viral. Egyszerűen leszedi, úgy leszedi az armort, és akkor utána bármilyen másik fegyverre karddal, amint viral damage van, ha nem bírod befejezni, befejezed őket. Csak megadod nekik azt az istentelen korrozív stacket, ami kell. Tehát és utána ott szépen odamész, egy viral-es karddal befejezett, hogyha már nagyon magas szintekről beszélünk, mert ez tiszta, hogy ez nem akadály ennek a fegyvernek a 170-es szint. Majd a hard módon akadály lesz, tehát a ott, ahol egy sima egyszerű izének több armorja van, sima egyszerű lancernek van, ezek több armorja van, mint a heavy gunnernek, ott akadályai lesznek ennek a fegyvernek. Ezek ilyen csalóka magas damage-ű fegyverek kicsit. Szóval ez lenne az Acceltra, ugye? Ez lenne egy a... Hunter Munitions nélkül, és ez lenne a toxikus, kérem szépen, modolás. Ja, hát ezzel valószínűleg a toxikussal nem ölöm meg ezt a szerencsétlent, úgyhogy öljük meg így. De jöjjön a kedvenc moánk, akiknek kevés az élete, de sok a shieldje című történet. Hát sokszor a És állítom, hogy ez a fegyver sokkal hatékonyabb tudna lenni a korpusz ellen. Csak hát mi szeretjük mindig ugyebár a legópében nem ellen vinni a leggyengébb fegyverünket című történet. Jöjjön egy sok életes enemi. Mert korpusz ellen csak toxint vinni veszélyes, tehát oda kell legyen más is. Szóval, ja, Acceltra bakkeres csinálja, nagyon durva. Szóval mostantól meggondolnám, ki ellen használom az Acceltrát. Én szerintem Corpus ellen jobban teljesít. Mondjon akárki akármit. És képzeljétek el ezt bebuffolva, akármilyen buffer erőt adó fémmel. Yep, így állunk. Ez lenne az Acceltra. OPS fák. Még egyszer a modolások.
armoros enemik ellen, még egyszer armoros enemik ellen, vagy akárki ellen, de viral damage-el most már. Hunter Moon is ez nélkül, anyám kínja nélkül, hogyha nincsenek meg ezek a modok. És toxic modolás korpusz ellen, és Hunter Munitions itt fölösleges. Fölösleges. Nem is kell meglegyem. Na most, Arkoplazmor, hölgyeim és uraim, és tudom, hogy sokan letették a kezükből ezt a fegyvert. A Damage 3.0 után, de szeretnék nektek rávilágítani egy más felhasználhatóságára, egy sokkal célszerű felhasználhatóságára is. Oké. Okay. Szóval nekem van egy ilyen alapmodolásom, mivel ahogy van benne Rivenem, Hunter Munitions, anyám kínja, van egy Electricity Radiation Viral. Számomra eléggé megköti ez a modolás a kezemet abban, hogy milyen többfajta modolást hozok rá kihozni, de ugye mivel elég magas a státusz esélye ennek a fegyvernek, viszont a sebzésén ugye úgy vettük észre, hogy már nem az igazi. Oké, okay, viszont mivel hogy nagy a státusz esély ennek a fegyvernek, iszonyatosan jó státusz, hogy jó, ezt csinálja egy viral damage korpusz ellen, egyértelmű. Csak ne legyen shield ugyebár. Radiation, stb. De nem őket szeret, nem így szerettem volna, tehát a... bocsánat. Szerettem volna megmutatni, hogy mit csinál egy heavy gunner ellen ez a fegyver. Egy ilyen szintű heavy gunner ellen. A viral és társai. Nem túl hatékony, igaz? Túl sok golyót kell kilőni ahhoz, hogy ez megtörténjen, hogy itt valami okosság történjen. De, mint mondtam, nincs vége a dolognak. Ugyebár, ez egy Radiation Byron, van egy toxinom, és van egy hitem. Na most mindegyik, ma a toxin egyértelműen mit fog csinálni, a hit is egyértelműen mit fog csinálni. A Radiation számomra ez a Radiation Viral Electricity, ez kisebb szintre való modolás, gyorsan végigmegyek velük. Magas szintre én már ezt preferálom. Oké. Okay. Miért? Nem akarom megölni az enemit, de ennek a shotgunnak nagyon-nagyon sokat a státusza és instant státuszon. Tehát ha megnézitek, instant beadja nekik a státusz. És mi van a kardomban? Condition overload-os, viral damage-es, anyám kínja. Oké? Okay. Heat damage be. Nézzétek meg hányfajta státusz van rá. 1, 2, 3, 4. És ez Condition Overload mind felszarozza. Oké, okay, és nem kell nagy crit source-od legyen a fegyverednek. Tehát, mondok, mutatok még jobbat akkor, hogy így mondjam. Tehát legyen egy Gunblade-ed, amit heavy attack-ra csinálsz. Oké, okay, tehát legyen egy, ahol tudjuk a Redeemer, az így is, de legyen az új stropa. Mire van modolva? Korrózívra, vételesen, ugye Heat. Damage, az eleve ugye megint elviszi a... Jó, hát ez a fegyver már önmagában azért OP, mint az akár, Isten... Szóval megadod nekik a izés szeretetet, és utána lelövöd őket a rákba. Tehát, hogyha egy szinergynél tartunk. Nem megölni akarom, mert tudom, hogy nem fogja megölni. Akármennyire szeretném, magas szinten nem fog ez a fegyver ölni. De viszont arra nagyon jó, és ezt szeretem használni, arra nagyon jó, hogy megadjam az alapstátuszt ennek a fegyvernek, ugyebár. És utána kivégezzem őket, ahogy annak rendje és módja szerint. Úgyhogy bárki, aki kicsit elhamarkodottan ítél például erről a stropáról, az egy 2.229.000-es damage volt. Oké, okay, tehát... És erre még besegített a hülye macska, és levitte az armoriát annak a szerencsétlennek. Szóval,
Igen. Arkoplazmor, örülök, hogy ott van a top fegyvereitek között, de 100%-ig biztos vagyok benne, hogy nem használtátok sose így, ahogy én most itt mutattam. Hanem csak az erejét használnátok ki, de nem azt, hogy ez a fegyver státuszolni tud, mint a hülye. Toxic damage-et imádni fogjátok. Imádni fogjátok. Főleg korával, és nem hiába van itt ugye megint csak a kora. Mert hogy... Mert hogy gusztustalan a drága. Szóval itt egy kicsit ki tud mutatkozni ennek a szerencsétlen fegyvernek az ereje. Oké. Szóval, ja. Antimo, azt is szerintem, csak megmutatom, érdemes. Érdemes megnézni. És ezzel a fegyvere kalkulált játékkel. Azért hoztam a korát, azért mutatom a korát. Mert kora crowd controller, és egy nagy range-es kora. Tehát ha ilyet tudsz csinálni a társaidnak, itt még az arkaplazma is ki tud tűnni. Nincs Hunter Munitions, nincs anyám kínja, semmi nincs, puszta damage. Oké, puszta damage. Amint látjátok. Fölösleges is, ebben a modellben fölösleges is Hunter Munitions. Radiation, Heat, ugyebár megint csak bestátuszolni az enemit. Hogyha arról van szó. Fölösleges a Hunter Munitions, mert utána karddal úgyis neki mész. Csak nekem eléggé meg van kötve a modolása izé miatt, ez a fegyver miatt. És szeretem ezt a három fajta elementált itt. Úgyhogy, ja, egy különleges fegyver, csak ki kell használni azt, hogy Warframe Synergy, vagy Card Synergy, vagy bármi. Úgyhogy ez volt az Arkoplazmor. Fulmin ugye jött ki a 7. helyen. Ez lenne egy korrozív, megint csak korrozív, mert hogy jobban szeretjük használni az autó változatát, hogyha armoros enemikre kerül a sor. Mivel hogy egyszerűen jobban shreddeli az armort. Viral, mert hogy manapság már kötelező egy viralt csinálni, de megmutatjuk azt is, hogy hogyan működik. És ami az igazi ereje ennek a fegyvernek, az itt van. De ezt is meg fogom mutatni. Szóval jöjjön először a korrozív. Mit tudunk csinálni egy korrozívvel? Bocsánat, átváltunk. És ez egy bullshit mögül, ez még durvább lesz. Ugye a teljesítménye hasonló a szomához. Csak kicsit nagyobb golyókat lő talán. Ezt csinálja ugye a korrozív. De tudom, hogy ezért szeretitek, mert egy tök jó shotgun amúgy, de nem kifejezetten hatékony szerintem a korrozívas változaton. Viral-ös változat. Túl nagy a zaj. Nem rossz teljesítmény, de nem hiába van a fegyver a 7. helyen. Többet megör a Venári, mint a Fulmin, de jó, csak vicceltek. Viszont úgy gondolom megint csak, hogy az igazi ereje ennek a fegyvernek az nem a armor elpusztításában van, hanem a gázdenisben.
És a gáz damage-e nagyon OP tud lenni. Synergy-nek tudom ajánlani a korát. Megint csak. Ja. Ez az igazi ereje ennek a fegyvernek, úgy gondolom. Ez az, amiben ki tud tűnni ez a fegyver, nem pedig az armor eltüntetésben. Szóval, ja, ezért szeretjük a korát, azt hiszem. Következő fegyver, ugye a 8. helyen volt a Tonkor. Ez megint csak egy olyan fegyver, amit nem sokaknak kell bemutatni. Viszont egy Synergy tudok rá ajánlani. A Tonkor nagyon sokat vesztett az erejéből, és a legtöbbet a kritikus esélyéből vesztette. Ez az, ami megölte ezt a fegyvert, hogy ennyire leszették a kritikus esélyét. Blast Viral Damage kiválóan jól működik. És a Synergy-t például én tudom ajánlani nektek, mint anno egyszer be is mutattam volt, Nidussal. Nidusnak van egy augment modja, ami Teaming Virulence-re hallgat. Ez azt csinálja, hogy az egyes képességen 4-en, amit eltalálsz, kapsz egy 120%-os crit chance-et az elsődleges fegyveredbe. Aha, így van, az elsődleges fegyveredre. Akkor gondolom már tudjátok, hogy ez mit jelent. Szóval... behozzuk a kedvenc armoros elemeinket. És megnézzük, hogy mit tud csinálni egy Tonkorral. Tehát ugye ez az alap damage-e, ami önmagában sem szégyenletes, egy 170-es nem jellem most már. De a Teaming Virulence-el egy kicsit meg tudjuk dobni azt a damage-en. Régen ez a fegyver úgy sebzett, mint most a Bromba. Számadatokban mindenben. Ja, igen, befejeztünk. Szóval, ja, egy kiváló kompozíciós, ez egy Viral Blast Damage-el, hölgyeim és uraim. És a Teaming Virulence-el, ami 18 másodpercre némileg megdobja a crit esélyt. Hunter Munitions benne van, mert most már ebbe is bele kell tenni, régen az felesleges volt. És ahogy van most már sajnálatos módon a Tonkornál is, ha magas szintekre kerül a sor, most már a Hunter Munitions végzi a munkát, nem úgy mint régen, amikor tényleg Tonkor végezte a munkát. De ez volna az egyik mondanás. Van egy másik viral, hogyha nincs Hunter Munitions című történet, amint látjátok. Oké, okay, ez is ugyanazt a hatást éri el. Csak ugye Heavy Caliber című történet. És van egy korrózív is. Melyiket használod? Igazából a Tonkornál is mondhatni, hogy egy kicsit mindegy, de megesett most már, hogy a korrózív némileg hatékonyabb. Amint látjátok, számadatokban is jóval hatékonyabb. De nincs Hunter Munitions, ezért egy párszor meg kell őket sajnos kínálni. De mint mondtam, igyekeztem olyan modolást mutatni nektek, ami elérhető, de mégis ki tudunk hozni belőle valami okos damage-et. Már ha elbírjuk találni az ellenfelet. Yep, régen a Tonkornak 170 nem volt akadály. Nem azt mondom, most se az, ahogy elnézem. Csak már nagyon-nagyon rég játszottam vele. Ez egy korrekt fegyver, respekt, és örülök, hogy beválasztottátok. És ezeket a modolásokat ajánlom szeretettel nektek. Minél magasabb szintre, talán annál inkább a viral damage felé húzódva. És a Nidusnak ugye a Teaming Virulence augment modja visszahozza a Tonkornak a régi fényét. Egy kicsit, szóval 120%-os crit chance nem rossz, nem rossz. A következő fegyver a Corint volt, meg a Corint Prime, ugye? Opa, na. No.
Jöjjön a Corint Prime, hasonló a modolt. A sima Corintra mutatok egy másik modolást. A Corint Prime-ot egyelőre korrozíva használom. Erre semmiféle másik modolás nincs, mert az az igazság, hogy a simát jobban élvezem használni ez a ponton, de ez egy standard, mára már kötelezővé vált modolás ebbe a fegyverbe. Szóval, hogyha nem lenne Rivenem, akkor Nano Applicator-t használnék. A Nano Applicator státusz esélyt ad, hogyha elkapcsolok egy képességet, de akármit használhatsz, aminek egy jól esik oda. Tehát meg a Reload Speed-del igen-igen jól kijönnétek, vagy a Vigilant Armaments azzal is kiválóan jól kijönnétek. De én most ugye ezzel használom című történet. Warframe Synergy-ről van szó, bármi, ami buffot ad ennek a fegyvernek, az jót fog tenni. Ez a fegyver OP? OP. Ebből a szempontból ez a fegyver jobb, mint a Tigris. Ugyanúgy két lövés kell hozzá, és sokkal nagyobb a tárja. Ezek korrozívos, ugyebár. Standard Corint modolás. Viszont tudom, hogy nem mindenki akar überelni ezzel a fegyverrel. Most már nem tudok írni, azt hiszem. De itt a sima Corint, ami még azelőtt volt, hogy Corint Prime, és van egy ilyen modolásom rá, és megint csak, hogyha ehelyett nem lenne, akkor mehetne akármi más című történet. És ugye ez egy viral-ös modolás. Újratöltését imádom. Csak hogy változatosság legyen, érte? De, hogy őszinte legyek, a korrozívos változata neked szimpatikusabb. De már kicsit olyan uncsi, hogy mindig a valódi munkát a izé csinálja, a Hunter Munitions, tudjátok? Ja, amúgy persze, természetesen erre is igaz a Nidusnak a Teaming Virulence című története, hogy megdobja a Crit Chance. De ehhez tudom ajánlani megint csak egy szarint például, ugye, ami a korrozival megmérgezi az enemit, és akkor a bárra még durvább munkát tud végezni, főleg, hogyha nincsen Hunter Munitions. Szóval, ja, ez lenne. Még egy forma, amit látjátok, elférne benne, se kicsit OP-bb lenne, de így is elég OP. Ha ez nem lenne, akkor mehetne bele egy Prime Dravage. Ennyit cserélnék rajta így. Prime Dravage, és kész. De van egy ilyenem, úgyhogy nem kell a Prime Dravage. A Reload Speed, ugye az, ami a tölti meg így azt a szerencsétlen fegyvert. Ezért szeretem ezt a event, az a Reload Speed az, ami igazán hasznos, és favorizálom igazából a Corint Prime előtt, mert a Corint Prime még mindig nem tölti olyan gyorsan vissza, mint ezt. Ez lenne a Corintom, az enyém, és ezzel tudnám ajánlani. Mint mondtam, ha nincs Riven, akkor Prime Dravage, vagy gyorsabb újratöltés, de a Prime Dravage-re szavaznék. Az utolsó két fegyver, a Catchmoon és a Dread. Gyorsan esünk túl a Catchmoonon, mert sajnos az enyém nem a legjobb. Elneveztem AO12-nek, aki MV2-zött, az tudja, hogy miért. De nekem valahogy nem annyira adta át az életérzést.
A Catch Moon ezekből a részekből áll, ugye Steadyslam, Slash Moon és Killstream. Max Crit Chance-re mentem, szerintem Max státuszra kellett volna menni, de ez van, most már megcsináltam, majd egyszer megcsinálom a másikat is. Heat Viral, egyértelmű, hogy miért, ugyebár van egy korrózív, hogyha van rá szükség, és van egy gáz, ami megint csak ennek a fegyvernek az ereje, inkább számomra nálam ebben van a gáz damage-ben, de azt már megmutattam, hogy mit csinál egy kora egy gáz damage-je. De nevertheless ezt csinálja, heavy gunner-ot kell, a korrózívos változat a 170-esre, és ezért mondtam, hogy lehet, hogy full státuszra kellett volna menjek crit helyett, ez a fegyver jobban járt volna akkor, de ettől függetlenül ez nem rossz, ha azt nézem. A Viral hasonlóképpen dolgozik. De megeshet, hogy jobban jártam volna, hogy státuszra van, de ezt majd még ki kell próbáljam. Megint csak mondom, viszont szeretném jóvá tenni, mert én úgy gondolom, nem tudom, hogy ez OP-nak számít-e, vagy nem, nem láttam másoknak a Catch Moon shotgunját, viszont szeretném jóvá tenni nektek, és bemutatni neki a kis testvérét, ha így tetszik, vagy a tesóját, és az ugye a Tomb Fighter. És azt mondom, hogy ne menjetek el emellett a Tomb Fighter mellett, ezen összeállításokkal, amit itt láttok. Mert hogy ez igen-igen gusztustalan, és ugye most kijött a stalta, ez az új fegyver, ami proteával jött, na most ez egy második stalta, csak kevesebb lőszert fogyaszt. Oké, látjátok ezt az összeállítást? És... ennek is egy második fűvagus tüzelése. Ha ha lent tartom a lövés gombot, ugyanazt a hatást érem el, mint a stalker. Szóval, ja, én azt mondom, hogy a Tomb Fighter mellett ne menjetek ám. Státusz elképesztő, pedig krites, nem státuszos a fegyver. És egyenként is tudsz lőni vele. Szóval az én Catch Moon-om az inkább ez. A Tomb Fighter mellett ne menjetek el, srácok, mert OPS fák, amit látjátok, és a Stalta is ugyanezt tudja. Kicsit erősebb természetesen a Stalta, csak 20 golyót elvisz. Ez meg csak egy golyót viszel. És nem kell 20 golyó, hogy megöld a 170-eset. Csak lehol, lent tartod a izét. És ugye benne van az Arcane Pax is, hogyha headshottal ölök, akkor happy days. Ezt meg szerettem volna nektek mutatni, kompenzálásról a shotgunért. Ja, ez lenne az egyik modolásra, ha így tetszik. Ugye a másik fegyver, és egyben az utolsó, a tizedik helyen a Dread volt. Na most a Dreadnél nálam azért nagy a csalás. Mert van bele egy igen gusztustalan modolásom. És ezt adja. Slash-t és damage-et. Ami igen jó. Corrosive slash, über OP, viral slash, über OP. Szóval ez a mindent belemodolás. Ez ha nincsen egy Riven, de egy Hunter Munitions mégiscsak akad valahol. És egyet pedig vegyétek ki a Hunter Munitions-t és rakjatok be oda, amit szeretnétek. De ezt tudja a Dread. Dread önmagában is egy elég OP fegyver. Egy Argon Scope-ot beraknék, ha nincs ártam. Hunter Munitions amúgy. A további piros kritek miatt. Vagy egy Shred, vagy akármi belemehet. További ellenfél átütése előtt.
Ez az én dreadem. OP. Igen, tudom. De akkor lássuk a másik modolást, ugyebár Argon Scope benne van, Hunter Munitions helyett rakjunk most be valami ilyesmi. Point Strike. Tessék. Csak hogy ne legyen az, hogy jó, a Hunter Munitions minden munkát végez. És ugye amint bekapcsol a Argon Scope, mert hogy fejbe találsz valakit, azonnal megugrik a damage is. Úgyhogy én ezt a modolást tudom ajánlani. Hogyha nincs riveled, nincs Hunter Munitionod, Argon Scope-ot se drága megvenni, farmolni macerásabb, mert az Acolyte-ok dobják ugye a Ministalkerek. És mindezt ugye buffolva egy Sarinnal, egy Volt Alkromával, Equina, mi a neve? Benshi. Mókás lehet. Vagy mégsem. $94,000 is. Nem rossz. Nem rossz, elviszem. Szóval, ja, így állunk. Dread, teljesen korrekt, így. Részemről lehet, hogy a Daikyu felé hajlottam volna. Már így vagyunk, de... és mint mondom, ez semmi ízé nélkül. Nekem ez a mindent bele modolás azért láthatóan erősebb. De elérkeztünk ennek a videónak a végére. Jó hosszú volt. Valaki csinálja meg, hogy hány percnél van melyik fegyver. Nagyon megköszönném. Nagyon-nagyon-nagyon köszönöm a figyelmet. Remélem tetszett. Amit láthatok, ezek lennének a ti fegyvereitek. Ilyen Warframe kisegítésekkel. Hogyha így tetszik, és remélem, hogy tudtam segíteni haladóbb modolásban, kezdőbb modolásban, hogy mindenki megtalálja a magának való utat. És ja, ennyi lett volna. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon köszönöm a figyelmet. Sziasztok!